Sós Adriánnal, a Független Egészségügyi Szakszervezetnek az elnöke a vendégem. Kezét csókolom, elnök asszony. 40-50%-os béremelést kérnek, vagy egyébként sztrájk lesz már esetleg január végén. Ez a 40-50% hogy jött ki? Hát több oldalról is indokolni lehet ezt. Tehát egyrészt most is a egészségügyben dolgozók, különösen a szakdolgozók, illetve akik egyáltalán minimálbéren kívül nem kaptak más emelést, a műszaki, a gazdasági ügyintézők, alapellátásban dolgozók, vagy a fogorvosi asszisztensek is, legalább ennyi bér kellene ahhoz, hogy ők valamivel jobb helyzetbe kerüljenek, és amikor a bértáblát elfogadták, ugye 2016-ban egy új táblát, akkor körülbelül ennyi volt a különbség, mondjuk egy átlagos, nem ilyen feszített és veszélyes munkakörülmények között dolgozó, középfokú végzettségű szakember és egy egészségügyi dolgozó között. Időközben mindenhol elindult ez a béremelés, minden ágazatban a minimálbér és a szakmai minimálbér körülbelül ugyanilyen mértékben emelkedett, mint amilyen mértékben az egészségügyben. Tehát ez a különbség lényegében, ami mondjuk két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt megvolt, ez aztán el is tűnt. Innentől ugyanúgy a vége felé vagyunk a különböző költségvetési, bérezési tábláknak, embereknek, tehát semmivel nem lett jobb a helyzet, így mondhatom, mint korábban volt. Ennek ellenére az Emberi Erőforrások Minisztériuma például azt közölte, és hogyha megengedi, ön említette ezt a két éves időintervallumot, hogy az elmúlt kettő évben 65%-kal nőtt. Hát ez egyrészt nincs így, mert a 65%-ban az is benne van, amit majd az idén valamikor kapnak, meg amit majd jövőre is fognak kapni, de ugyanennyit fognak kapni, elmondom, a többi területen dolgozók is, hiszen a szakmai minimálbér mindenhol ilyen mértékben fog emelkedni. És azt gondolom, hogy a béreket ahhoz is mérni kell, hogy az adott munkát milyen feltételek között, milyen munkaintenzitással, milyen egészségügyi kockázatokkal, fizikai, lelki terhelés mellett végzik azok, akik ott vannak, és rendszeresen ugye az egészségügyi is kockáztatják, hiszen sokkal többen betegednek meg közülük, mint egyébként az átlag népesség körében. Elnök asszony, viszont mértek valami olyasmit önök, vagy viszonyítottak valami olyasmihez, ami engem egyébként meglepett, de mindjárt megmagyarázza, hogy miért, hogy azt is egy viszonyszámnak használták, hogy azokban az országokban mennyit keresnek az egészségügyi dolgozók, ahova elvándoroltak. Ugyanakkor például a gazdasági teljesítményt, vagy gazdasági teljesítőképességet egy Nagy-Britanniával, Svájccal, vagy Svédországgal összehasonlítani lehet egyáltalán az almát a körtével? Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság ma jobban teljesít, mint ahogy az egészségügyben dolgozóknak az anyagi juttatásaiban ez kifejezésre jut. Tehát, hogyha a gazdasági teljesítményekhez mérjük, akkor is rosszabbak a mutatóink. Tehát a GDP arányos egészségügyi ráfordítás például 2005 és 2015 között nemhogy nem nőtt, hanem csökkent. Mennyivel? Miközben az emberek egyre betegebbek, és ugye ebbe is nagyon nagy a magánkiadás. Most ismét említett valamit, mert az emberek egyre betegebbek. Ezt milyen felmérés alapján? Hát ezt olyan értelemben nyugodtan lehet mondani, hogy ahogy öregszik a társadalom, értelemszerűen egyre több a beteg ember. De ez mindig így volt, és mindig is így lesz? Így van, de ugye ahhoz igazodni kellene az egészségügyben dolgozók létszámának, az egészségügyi kiadásoknak is. Ma egy magyar ember ugye 58 éves koráig tekinthető átlagos életkor az, ami eddig egészségesnek tekinthető. Utána már rendszeresen valamilyen betegség adódik, ugye 6 éves kor alatt szintén, tehát több mint 3 millió ember ma Magyarországon, aki rendszeresen egészségügyi ellátásra szorul, és ugyanakkor az orvosok száma nem nő, az orvosok között a 15% 65 év feletti, a szakdolgozók száma is kifejezetten csökkent, tehát ez egy komoly probléma. Ha megengedi, mégis visszatérnék arra a kérdésre, hogy hogyan tudják összehasonlítani például a béreket, mondjuk egy svájci béreket, egy osztrák bért, Nagy-Britanniát vagy Svédországot? Hát itt is többféle szempont lehet. Mi nem mondjuk azt, hogy keressenek annyit, mint Ausztriában, meg Németországban, mert tudjuk, hogy ez nem reális. De az, hogy a 60%-át keressék meg annak, amit ott az itt dolgozók megkeresnek, az reális. Is, hiszen a nemzeti jövedelmünk is körülbelül a 60%-a annak, mint mondjuk egy átlagos európai országnak. De azt például tudja, hogy Zürichben mennyibe kerül egy albérlet? Megnézték, hogy Zürichben mennyibe kerül a gáz, víz, villany, rezsik? Nyilván ott többe kerül, ezért mondjuk azt, hogy nem kell, hogy annyit keressünk. Egyébként vásárlóerő paritáson is ez egy reális szám,
Tehát az átlag az nem a német, meg az osztrák bér, hanem az átlag az ennél alacsonyabb. És másik összehasonlítás az is, hogyha megnézzük, hogy egy másik országban egy egészségügyi dolgozó az átlagkeresetnek hány százalékát keresi. Nálunk mondjuk egy orvos a másfélszeresét, egy ápolónő a 80%-át sem, miközben olyan háromszoros súlyzó lenne az indokolt. Hát ezt legutóbb ugye Lázár miniszter úr nyilatkozata is megerősítette. Pillanatokon belül rátérünk a sztrájkra, de egy gyors kérdés. Az önök 40-50%-os béremelési javaslata, követelése, számítás az megállítaná az elvándorlást? Én azt gondolom, hogy igen, mert itt ebben a bérben nem csak azt nézik az emberek, hogy ebből mennyi anyagi javakat tudnak megvenni, hanem azt is, hogy az ő szakmai elismerésük ezzel sokkal inkább kifejezésre jutna. De ettől a munkakörülmény még nem javul. Természetesen itt más feltételeken is változtatni kell, az eszközökkel is probléma van, az anyagokkal is, állandóan el vannak adósodva a kórházak, tehát így saját erőből sem tudnak hozzátenni. Tehát azt mondja, hogy 40-50% plusz munkakörülmény javítás, ugye? Igen, és hát a 40-50% az idei évre vonatkozik, ezzel ugye azt az arányt, amit 2016-ban a bértábla mondjuk elért, az biztosítani lehetne. Jövő évben pedig olyan 16-16% kellene, hiszen 8% béremelés mindenki kap, tehát ahhoz, hogy az eredeti ígéretnek megfelelő arányok mondjuk helyreálljanak, ahhoz a következő években is továbbra is béreket kellene fejleszteni. Egyébként továbbra is el fognak menni az emberek, és ez a nem csak az ő szempontjukból probléma, hiszen egyedileg megoldják az életük gondját, hanem a mi problémák, azok, akik gyógyulni akarnak, és egyre kevesebb embert találnak, és egyre hosszabb ideig kell egy vizsgálatra várni, egy műtétre várni, a gyógyulásra várni, és 5-6 év így is a hátrányunk több ezer életét vészel, amiatt, hogy nem megfelelő az egészségügyi ellátás. Belengedték a sztrájkot. Ez már januárban lehetséges? És hogyha lehetséges, akkor hány ember tudnának megszólítani az egészségügyben dolgozók körülbelül hány százalékát? Mi most úgy pár hétig várunk, hiszen van ígéret arra, hogy folytatódnak ezek a bértárgyalások. Kivel? Ki és ki között? Hát az érdekvédők és a kormány között. Ezekben a többi érdekvédő is benne van, hiszen önök a kisebbik szakszervezet. A többi igen, szakszervezet természetesen hogy áll hozzá? Eddig is ők tárgyaltak, de amennyiben ugye mi bejelentjük ezt a sztrájk készültséget, nem lehet kikerülni azt, hogy a kormányzat velünk is tárgyaljon ezekről a követelésekről. Tehát meg tudják bénítani önök is az egészségügyet, ha esetleg sztrájkba lépnek, vagy le tudják hát lassítani mi, a folyamatokat? Egy olyan 40-50 ezer egészségügyi dolgozót rendszeresen el tudunk érni. El tudnak nyilván érni. Nem fog a Facebookon minden, is sokakan természetesen elérnek. Nem fog közülük mindenki sztrájkolni, de az eddigi visszajelzések során azt tapasztaljuk, hogy várhatóan elég sokan, nagyon sokan elégedetlenek a helyzetükkel, és azzal, hogy minél többen elmennek, annál feszítettebb munkát kell végezni, és annál nagyobb az a felelősség, ami abból adódik, hogyha hibáznak, mert fáradtak, mert két állásuk van, meg három, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy ne történjen valami olyan hiba, amiért még személyes felelősséget is vállalnak. Ugye nemrég egy kollégámat azért bocsátották el a munkahelyéről, mert egy egyébként rossz tolókocsiról egy beteg leesett és eltörte a lábát, és azt gondolom, hogy ezek is súlyos dolgok. Elnök asszony, lesz-e sztrájk? Mit gondol? Én azt gondolom, hogyha nem változik a helyzet, igen lesz. Mikor sokan lesz jelentkeznek. Én úgy gondolom, hogy március körül, mivel hogy ugye azért itt van egy folyamat, az elégséges szolgáltatásról egyeztetni kell, nem lehet a betegeket cserben hagyni ebben az nem időszakban fél attól, sem. Hogy nem fél attól, hogy az abszolút kampányfinisben, hogyha elkezdenek sztrájkolni, akkor önök is politikai tényezők lesznek? Mi nem politizálunk, függetlenek vagyunk. Mi azt szeretnénk, amíg ez a kormány, vagy bármelyik kormány komolyabban venni az egészségügyben levő erőforrás krízist, és egyáltalán az egészségügyre sokkal gyorsabban folynának be azok a fejlesztési források, amelyek egy része csak ígéret jelenleg. Legutolsó kérdésem, alkuképes az önök követelése? Tehát ha mondjuk a 40-50%-ra azt mondanák most, hogy 35, de fogadja el, elfogadná? Én ezt magam nem tudok ilyen nyilatkozatot tenni, hiszen ezt mindig a tagságommal kell megbeszélni, hogy számukra mi az, ami olyan mértékű, amiben az ő elégedettségük idei évben, jövő évben, azt követő években, tehát ez egy folyamat, nem lehet egyszerre megoldani ezt. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy nálunk kezdtem a reggeljét. Köszönöm én is a lehetőséget.